Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Szerencsére Fehérváron is rengeteg nyári program van, és szerencsére Fehérvár mellett Fehérvár környékén is rengeteg nyári program van. Így kikeveredvén, remélhetőleg kijövén a koronavírusból, tényleg most már egyre több helyen látjuk azt, hogy programokat szerveznek, különböző szórakozó helyek kinyitnak, és tényleg ezt nagyon jó látni, és talán meg is tudjuk becsülni ezeknek nagyságát, ezeknek jelentőségét. Ugye említettem Fehérvár környékét, vendégem Csákvárváros polgármestere Illés Szabolcs. Szia, köszöntelek téged. Szia, Zoli. Ahogy mondtam, hogy Fehérváron is, meg ugye a környékén, itt Csákváron és Csákvár környékén is rengeteg program van, rengeteg. Tényleg olyan rendezvény van már, amiről mondjuk nem gondoltuk volna pár hónapja, hogy ezt megtudjátok, hogy éppen meg lehet őket rendezni. Beszéljünk erről. Először is, hogy a koronavírus utáni állapotokról, hogy álltok most, hogy áll Csákvár, hogy tudtatok ebből kijönni mindenféle szempontból? Hát azt gondolom, hogy mi jól. Tehát ha röviden kellene megfogalmazom, akkor jól. Kemény három hónap volt ez mindenkinek, a lakosoknak, az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak, a szakdolgozóknak, illetve nekünk is, a városvezetésnek és a hivatalnak is, hiszen folyamatosan koordinálni kellett ezt a helyzetet, amire senki nem volt felkészülve. De mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nálunk nem volt eddig igazolt koronavírusos beteg. A kórházban ugyan volt 31 Covid-fertőzött, de hála Istennek mind a 31-en egészségesen távoztak, és az orvosok és az ápolók is megúszták fertőzés nélkül. Voltak meleg pillanatok, ezt nem tagadom, főleg az elején, de aztán, ahogy mindenki beleszokott ebbe a nem mindennapi helyzetbe, kellett hozzá az a fegyelmezettség is a lakosság részéről, a hatóságok részéről is, hogy ezt így, nálunk legalábbis ezt a helyzetet át lehessen vészelni. Mennyire voltak fegyelmezettek a csákváriak egyébként a különböző korlátozásoknak a betartásában? Hát fura volt ugye ez a helyzet mindenkinek. Persze. Egyrészt ugye a kijárási korlátozás, amit nehezen értettek meg, de szerintem nem csak nálunk, hanem országos szinten is. Főleg az idősebbek, ez az időkorlát, ez nem mindenkinek tetszett. De, és aztán a vége fele. Tehát az eleje és a vége volt az, amikor egy kicsit úgy láttam, hogy a türelem és az értetlenség az nagyobb. A közepe az viszonylag nyugodtan telt. Illetve hát az elején, amikor a kijárási korlátozások elkezdődtek, akkor volt ugye főleg a városokból egy nagyobb roham, akkor kezdődött a tavasz, a jó idő, mindenki ment volna a szabadba, ezt kellett keményen kezelni, és ugye itt a kormány adott külön felhatalmazást a polgármestereknek, a saját hatáskörben lehetett intézkedni. Így van. Ugye, és akkor te is megtetted nyilván azokat, igen, amiket megkövetelt az a megkövetelt Csákvár az emberek érdekében természetesen. Muszáj volt, fájó szívvel ugyan, mert a turistákat és a vendégeket nagyon szívesen látjuk, de ez nem az a helyzet, vagy ez nem az a helyzet volt, amikor itt azt gondolom, hogy kirándulgatásnak, meg egyebeknek persze helye lett volna. Persze. Szerencsére ugye ezen túl vagyunk, remélhetőleg túl vagyunk ezen. Itt van a nyár, élvezzük a rengeteg programot, rengeteg idéző ebben nyilván az előző évhez képest nem biztos, hogy rengeteg, de ahhoz képest, amire számítottunk, ahhoz képest viszont rengeteg program. Ez így van nálatok is Csákváron és Csákvár környékén, és mondjuk hívjuk így, hogy csákvári nyár. Mivel várja a csákváriakat, illetve az odalátogatókat? Milyen rendezvények lesznek nyáron? Nekünk két nagy rendezvényünk lesz a nyáron. Az egyik az július közepén, illetve vége fele július 24-25, szombat-vasárnap. Ez egy kétnapos kerékpárverseny lesz. Az első nap szombaton a mountain bike-osoké. Három távon tudnak teljesíteni 30, 55 és 80 kilométer a vértesben, tehát nagyon szép körülmények között. De gondolunk az amatőrökre, gondolunk a gyerekekre is, akik különböző kísérő programok keretében ismerkedhetnek a kerékpározás rejtelmeivel, alapjaival, szervezünk a gyerekeknek külön egy ilyen ügyességi pályát, és akkor ott tudnak teljesíteni. Vasárnap pedig országúti kerékpárosoké a főszerep, két távon, egy 70 km és egy 130 km, ami egy kemény menet lesz, ismerve a domborzati viszonyokat. Én végig tekertem a rövidebb távot most a hétvégén. Ez a 70 a rövidebb? Hát az egy gyönyörű azért, táv, igen, 70 kilométert. Kemény, nem sík területen. Lesz, nem. Azért, ez a 130, ugye majdnem a duplája, azért azt lehet tekerni, azért az gyönyörű. Igen, az a hosszabb táv az a Velencei tavat is érinteni fogja, hiszen majd ott fognak menni egy kört a hosszú távú versenyzők a tó körül, és akkor majd úgy jönnek vissza.
Ez jó. Egyébként ezeknek a bringás sportoknak, meg a bringának most már úgy látom, hogy rengeteg helyen van, mert tényleg egy ilyen szó jó értelmében vett kultusza, hogy az emberek ugye nagyon-nagyon szeretnek kerékpározni, és tényleg most már ez megmutatkozik, hogy rengeteg helyen szerveznek különböző kerékpáros versenyeket, és nagyon nagy részvétellel ráadásul, és ahogy szoktuk mondani, 0-99-ig, ahogy én látom. Abszolút, azt látjuk, hogy a kerékpározás a reneszánszát éli az utóbbi néhány évben. Rengeteg a kerékpáros turista, rengeteg a kerékpáros rendezvény, hála Istennek. Nálunk ez már a harmadik lesz, tehát mi ebből szerettünk volna 3 évvel ezelőtt egy hagyományt teremteni. Először indult egy ilyen családi bringa nappal, egy ilyen rávezetéssel, igazából tényleg a családoké volt a főszerep olyan távon, városkerüléssel, ami egyébként lesz az idén is, tehát oda is várunk mindenkit szeretettel, akik nem bírják a nehezebb körülményeket, de biciklizni neked jót, egy 7-8 kilométert a városban, a város nevezetességeit megmutatva. Tehát ezzel indítottunk, aztán tavaly már egy komolyabb versennyel, ott akkor már volt szintén egy mountain bike verseny is, illetve országúti versenybe kapcsolódtunk be. Visszatérő jelleggel van egy sprint versenyünk, ami szintén nagy népszerűségnek örvend, és ezeket szépen szeretnénk tovább fűzni. Ennek a rendezvénynek vértes szíve Naturfest az elnevezése, nem csak a kerékpárosokról és nem csak a kerékpárosoknak szól, hanem mindenkinek, aki a sportot szereti, a természetben szeret sportolni. Most nyilván ez a rendkívüli helyzet, ami kialakult itt az elmúlt időszakban, ez rányomja a bélyegét erre a rendezvényre, hiszen nem tudunk olyan nagy volumenű rendezvényt szervezni, mint tavaly volt. Tehát tavaly voltak túrások, voltak lovasok, voltak terepkerékpárosok, országúti kerékpárosok, most sajnos csökkentenünk kellett, és csak a két kerékpáros verseny lesz a kísérő rendezvényekkel megtartva, de amennyiben visszaáll minden a normális kerékvágásba, akkor ezt a vértes szíve Naturfestet, ezt tovább ugyanazon a színvonalon szeretnénk folytatni, mint amilyennel 2-3 évvel ezelőtt elkezdtük. A Naturfest név mondjuk nekem előrevetíti azt, hogy nyilván nem csak kerékpárosok lesznek itt, hanem lesz például, ahogy szoktunk mondani, kirakodóvásár, tehát különböző gondolom naturális termékekkel is találkozhatnak az odakilátogatók, ahogy az általában szokott lenni fesztiválokon? Ez most nem. Lesz ilyen rendezvényünk is augusztus 20-án az Eszterházi Kastélynak a pihenőparkjában, ami egy ilyen kulturális fesztivál, kisebb kulturális fesztivál, gasztró sétánnyal, kézműves kirakodóvásárral és kulturális rendezvényekkel. Igyekszünk ezeket a rendezvényeket is most már évről évre az elmúlt 4-5 évben úgy felépíteni, hogy mindenki megtalálja magának azokat a programokat. Olyan fellépőkkel, amik húzónevek, tavaly a Magna Cum Laude volt, idén a Hevesi Tamás, illetve a Margaret Island jön. Jövőre még nagyobb durranást szeretnénk, már ott is folynak a tárgyalások, hiszen előre le kell kötni a zenekarokat, de mindemellett ugye elkészült a színházunk, ahol szintén folyamatos programokat szeretnénk nem csak a csákváriaknak, hanem a csákvár környékieknek is biztosítani. Igen, színház az egy érdekes dolog, rengeteget cikkeztek erről a színházról, egyébként nagyon sok helyen olvastam utána az interneten, beszéljünk erről egy picikét, erről a színházról, hogy röviden mi a története, mikor adtátok át, és mi az, amiket terveztek, és mire alkalmas ez a nagy-nagy színház? Hát nagy-nagy szót a helyi körülmények, helyi körülmények között képest egy 300 fős nézőbefogadására képes multifunkciós színházteremről beszélünk. Egy rendes nagy színpaddal, 110 négyzetméteres nagy színpaddal, hozzátartozó profi hangosítással és világítással. Február 1-én volt a színháznak, illetve ez egy kultúrkomplexumnak az átadása, aminek egy része csak a színházterem. A Vörösmarty Színház a vendégjátéka nyitotta meg a Perej Uram című drámával, és hát ez megmutatkozott, tehát hatalmas volt az igény, két egymást követő napon dupla előadással, dupla teltházzal ment, aztán sajnos beütött a járvány. Igen. Nekünk is alkalmazkodni kellett a helyzethez, sajnos a színház ugye nem tudott működni, most viszont terveink szerint, hogyha a második ütem nem tér vissza, vagy valamelyest nem lesz ennyire komoly,
és mehetnek az ártéri rendezvények is, akkor, akkor az elkövetkezendő szeptembertől 10 hónapon keresztül minden hónapban legalább egy előadást láthatnak a hozzánk ellátogatók. Uh-huh. Időközben lett egy saját színházunk, Rátonyi Róbert Színház néven alakult meg, budapesti színészekből, javarészt budapesti színészekből egy színház, Teremi Trixi, Kállai Bori fémjelezte társulat, akik saját színházként fogják használni ezt, a, ezt az intézményt, és, de nem csak ők, hanem, hanem vendég színházak, Radnóti Színház, Nemzeti Színház, Pesti Broadway Musical Studio, Rudolf Péter, Kálói Molnár Péter, tehát lesznek érdekes, igen, és nézőket vonzó előadások. Na, hát ez nagyon-nagyon szép dolog. Érdemes, hogy akkor erről beszéltünk mindenképpen, mert tényleg ez egy olyan új dolog, újdonság. Nyilván ugye volt ez a pauza koronavírus miatt, de tényleg viszont ez egy olyan nagy léptékű és nagyívű folytatás, akiket mondtál neveket, a Kállai Bori, Rudolf Péter, Kállói Molnár Péter. Ugye a musical darabok, ami tényleg nagy-nagy közönség, csalogató közönség, mágnes darabok, amik kellenek az embereknek, biztos, hogy sokan akkor meg fognak majd fordulni Csákváron. Igen, ez is a cél, tehát ugye nem csak a csákváriaknak, hanem, hanem a vonzás körzetben élő településeknek, adott esetben még, még Fehérvárról is várjuk a nézőket, hiszen próbáltunk olyan évadot összeállítani közösen a színészekkel, hogy, hogy mindenki megtalálja magának, tehát itt, itt is ugye van egy, egy vonal, amit a Trixék képviselnek az operett, de a musicaltől a drámán keresztül a vígjátékon át, ugye Rudolf Péterék nyilván nem drámát fognak hozni, mindenki megtalálja magának a szívéhez közel álló műfajt. Uh-huh. Ugye beszéltünk a Vértesz Szívvel Naturfestről, beszéltünk augusztus 20-áról, Szijjártról. Mi van még, ami esetleg Csákváron ilyen fontos, és mindenképpen azt gondolom, hogy megbeszélendő dolog itt a Fehérvár TV-n, amit megemlítsünk mindenképpen. Lesz még egy kerékpárverseny, csak hogy folytassuk a sportot. Az szeptember közepén lesz egy hasonló kaliberű rendezvény, ugyanúgy lesz egy országút és egy mountain bike, de persze nem lehet elhanyagolni az egyéb kisebb rendezvényeket, civil egyesületek által működtetett a Vértes Múzeum Baráti Kör Egyesület szintén színes programokkal készül a nyáron, illetve egész évben, és hát lesz az nem önkormányzati rendezvény, de a szeptember vége, október eleje ez a Mihály Napi Lovas és Pásztor találkozó, ami, ami most már hagyományosan minden évben visszatérő kulturális és gasztro fesztiválán nőtte ki magát. Úgyhogy oda is reméljük, hogy nem fog közbeszólni semmi, és akkor, akkor ezt meg tudják a szervezők tartani. Jó, tehát ezek így most nyár és kora őszre a programok. Hát szép számú program azért. Tényleg, tehát azért kell itt szervezni, kell azért tényleg intézni az ügyes bajos dolgét, hiszen ennek van egy rengeteg más ugye hátoldala is, amit ugye az emberek, az oldalátogatók nem látnak, viszont ugye szervezni kell és tervezni kell. Ez egy őrült nagy munka, egy őrült nagy stáb kell, hogy dolgozzon ezen. Igen, hát hála Istennek erre is megvan a háttércsapat, akik segítenek ebben. Ugye itt a kerékpáros rendezvényeknél útbiztosítást rendőrséggel, közútkezelővel, közlekedési hatósággal, ezek az egyeztetések folyamatban vannak. A holnapi nap folyamán lesz, ha jól tudom, akkor a rendőrséggel az útbejárás, az erdészettel egyeztetni a szabadidőparknak a használatát. Tehát ez egy komoly szervezést igénylő, de hát akik rendezvényeket szerveznek, azok tudják, hogy nem mi találjuk fel a spanyol viaszt, hanem ezen mindenkinek keresztül kell mennie. De hála Istennek, még egyszer mondom, megvannak azok az emberek, akikkel már évek óta együtt dolgozunk, és zökkenőmentesen tudjuk ezeket a programokat szervezni, tervezni. Nyilván még egyszer sok tényezős ez, és bízunk benne, hogy nem lesz viszmajor helyzet, ami miatt meghiúsulnának. Hát igen, senki nem tudja megmondani, tehát annyi mindent mondanak, írnak, beszélnek, hogy várható, nem várható, reméljük a legjobb forgatókönyvet nyilván, hogy nem lesz ez a dolog. Igen, én azt gondolom, hogy mindenki úgy készül, tehát nem csak mi, hanem gondolom Fehérváron is, és más településen is úgy készülnek, hogy ezeket a rendezvényeket megtartják. Próbáljuk kiküszöbölni és kiszűrni azokat a, tehát minél kisebb kockázatot jelentsenek ezek a rendezvények, tehát mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk, hogy mindenki jól érezze magát, és
lehetőséghez képest biztonságban tudjon szórakozni. Így van, hogy elrugaszkodunk a nyártól, és nézzük a 2020-as évet, milyen tervek vannak, még hogyha minden jól alakul, ugye, Csákváron ebben az esztendőben, amit szeretnétek megvalósítani? Hát nekünk ez a színház, ez egy nagyon nagy kiugrási lehetőség, amit említettem, de ez nyilván nem csak a 2020, hanem a 21-es évet is érinteni fogja. Készülünk már a karácsonyra is, gyerekprogramokkal, illetve minden hozzálátogatónak minden vasárnapra, a 4 adventi vasárnapra kultúrprogramokkal, illetve ott is lesznek koncertek, fellépők. Úgyhogy hát így nagyjából ezek a programok, amikre biztosan számíthatunk, illetve hát ezt a kultúrcentrumot szeretnénk minél inkább kihasználni. A színházi előadásokon kívül alkalmas konferenciák, különböző kulturális rendezvények, mozi előadások megtartására, tehát már erre is van jelentkező, aki ilyen célra igénybe venné a termet. Tényleg egy jó mozi egyébként, biztos, hogy ennek keletje ennek a dolognak egyébként. Igen, azt látjuk, hogy van, tehát nagyon az érdeklődés arra is. Igen. Ugye nem mindenki teheti meg azt, hogy elmenjen Pestre, bejöjjön Fehérvárra, viszont az a lehetőség adott, a technikai feltételek adottak, úgyhogy ez is egy lehetőség a hasznosításra. Ugye meg az is jó ezekben, amikről beszélgettünk, hogy ez nagyon össze tudja kovácsolni a közösséget. Csákvárt, illetve az odalátogatóknak is nagyon szimpatikussá teszi és vonzóvá teszi. Az a cél, tehát az nem titkolt cél, hogy ennek legyen egyfajta közösségépítő szerepe is, és következménye, hogy még jobban erősíteni az emberekben a lokál patriotizmust, bár azt gondolom, hogy Csákváron nem nagyon kell. Persze. Mert akik ott laknak, oda költöznek, oda jönnek, kirándulni, visszatérnek, azok azt gondolom, hogy azért jönnek, mert szeretnek ott élni, ott lenni, ott szórakozni. Mi meg természetesen várjuk őket. Persze. Ugye az egyik ilyen a kultúra, a másik pedig a sport. Beszéltünk ugye a Naturfest kapcsán ugye a kerékpározásról, de Csákváron azért ugye a kerékpározáson kívül is van egy nagyon nagy sportélet, ami szintén közösségkovácsoló erővel bír. Igen, nem mennék el a lovas turizmus mellett sem, mert azért ugye az ezer ló hazájának is szokták nevezni Csákvárt és környékét. Rengeteg most már a lótartó, rengeteg a lovas, lovas turista, ami szintén a reneszánszát kezd élni, úgy látom az utóbbi években, de a bakancsos turisták, a vadászok szintén szeretnek nálunk lenni, és hát nyilván a látványsportágakat sem szabad megkerülni, van egy MB2-es labdarúgó csapatunk, egy extraligás asztali tenisz csapatunk, a Fehérvár kézilabdaklubba, az FKC-val kooperációban vagy együttműködve utánpótlás a lányok ott játszanak, illetve ott edzenek, tehát mindenki megtalálja maga lehetőségét, azt gondolom, aki bármilyen sportot szeretne, nyilván nem lehet elrugaszkodni teljesen a valóságtól, de igyekszünk a feltételeket biztosítani. Így van, és úgy látszik tényleg, hogy minden megvan kultúrában, sportban, fesztiválokban tényleg. Csákvárt most hagyjuk el, és akkor mondjuk menjünk a polgármesteri hivatal környékére. Ugye rengeteget dolgoztál ebben az esztendőben. Nyilván te is ember vagy, kell a pihenés neked, és el tudtok menni valóban nyaralni, tudsz-e pihenni nyáron, vagy végig dolgozod a nyarat? Hát, ugye itt megint csak visszautalnék a beszélgetésünk elejére, hogy ez most nekem is egy kicsit így behatárolja a lehetőségeimet, illetve észszerűen az ember úgy gondolja, hogy megpróbálunk itthon vagy a közvetlen környezetünkbe kikapcsolódni. Muszáj lesz egy kicsit feltöltődni, mert anélkül ugye ezt a múltkor beszélgettük, máshogy nem lehet csinálni, sportolni, kirándulni. Néhány napra elmegyünk Ausztriába biciklizni, most egy 3-4 napra. De egyébként itthon vagyok, itthon próbálok kikapcsolódni, meg igazából a hazai turizmust fellendíteni a magam módján, amennyire lehet. Te is kerékpározol mondjuk ilyen verseny, ugye mondtad, hogy te már az egyik távot 70 kilométerest letekelted, lebicajoztad. Egyébként van arra példa, hogy mondjuk te is, ha van valami megmérettetés, verseny, akkor beállsz így a versenyzők közé? Igen. Tavaly is indultam több versenyen, és az idén ugye még nem volt, ez lesz itt az első. Én is el fogok indulni a 70 kilométeren most július 25-én. Úgyhogy igen, tehát én nem csak szervezem, tervezem, hanem tevékenyen részt is veszek benne.
Azért ez igen, nagyon nagy dolog persze, hogy rengeteg munka mellett. Fontos is nyilván én azt gondolom, mert te látszik, hogy mennyire szeretett Csákvárt, hogy mennyire Csákvárért dolgozó, tevékenykedsz, ugye rengeteg munka mellett még tényleg beállsz. Meg azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy polgármester tényleg példát mutasson, hogy az egészséges életmód kapcsán, hogy sportoljunk, hogy menjünk ki a közösségbe, menjünk ki az emberek, mert csak így tudják tényleg az emberek ezt. Nem is követni, magukévá tenni talán, így sokkal, de sokkal jobban el tudják fogadni ezt az emberek, hogy valóban így lehet egy értékes életet élni. Hát igen, ezt egy pár évvel ezelőtt egy barátom fogalmazta meg, amikor beszélgettünk ezekről a rendezvényekről, hogy nem feltétlenül lenne hiteles, hogyha ha sportról, meg egészségről egy olyan ember nyilatkozna, vagy nyilvánulna meg, akinek az életmódja az nem feltétlenül ezt mutatja. Én igyekszem úgy élni, egészségesen táplálkozni, sokat mozogni a lehetőségekhez képest. Ez látszik is, azt gondolom. Tehát de enélkül nem megy, tehát kell egy olyan kapaszkodó, amiben az ember ki tud kapcsolódni, fel tud töltődni. Nekem ez az, hogy elmegyek sportolni, biciklizni, kirándulni, akármi. Ez hozzátartozik. Igyekszem úgy összeállítani a napi programomat, hogy ha nem is minden nap, de hetente 3-4-szer beleférjen valamilyen mozgás. Másként ugye egy vezetői beosztás, mondjuk egy beosztásnak csúnya, tehát egy vezetői pozíciót nem is lehetne bírni, hogy az ember nincs ott fizikálisan. Fizikálisan is, meg szellemileg is sokkal megterhelőbb szellemileg egy ilyen munka, mint fizikálisan, de fizikálisan is, de anélkül nem lehetne. Legalábbis én a magam részéről azt gondolom, hogy nem tudnám ezt máshogy csinálni. Szükséges valahol az embernek levezetni az energiáit, és ez egy jó dolog. Azt gondolom, ezt bárkinek tudom tanácsolni, és nem korfüggő. Közeledik a műsoridő vége, akkor mondjuk még egyszer azokat a fontos stációkat így a fesztiválok kapcsán, ami mondjuk most a csákvári nyarat illetve tényleg fontos lehet a tévénézőknek, ahova érdemes kilátogatni és elmenni. Hát akkor várunk mindenkit sok szeretettel július utolsó hétvégén a Vértesi Naturfestre, ahol két napon keresztül a kerékpározásé lesz a főszerep. Kicsik, nagyok, fiatalok, idősek, bárki megtalálja magának majd a sportolási lehetőséget, illetve augusztus 20-án is várunk mindenkit szeretettel a Floriana napra, ahol gasztronómiai különlegességekkel és kultúrprogramokkal ismerkedhetnek a hozzánk ellátogatók. Hála Istennek nagy számban szoktak ide is érkezni. Legyen így, most is köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.